Horgoson néhány hónapja még jelentősen nagyobb volt a menekültek jelenléte. A falu melletti elhagyatott mezőgazdasági épületekben legalább 40-50 migránssal lehetett találkozni. Már a létszámuk felére csökkent. Mostanában látott -e erre a falu központjába esetleg migránsokat? Nem láttam mostanában. Tudja esetleg, hogy merre szoktak tartózkodni, hogy merre lehet őket megtalálni? Há, azt mondják, hogy ott a birka csárdának által, a ba, nem tudom én milyen, valami Épület van ott, a régi épület, ott mondják, hogy szoktak lenni. A helyek néha szokták látni a migránsokat, de elmondásuk szerint inkább a késő órákban, valamikor este járnak be a falu központjába vásárolni. Igen, a vasútállomás felé szoktak menni, este felé, Így, ilyen tájban. Nem túl sokan vannak, de vannak. Szóval ilyen kisebb csoportokat, hát és fiatalok? Fiatalok, igen, főleg fiatalok. A migránsok jelenleg igaz kisebb számban, de még mindig jelen vannak horgoson. Stábunk kérésére nem álltak kamerák elé, de elmondták, azért vannak kevesebben, mivel azt a hírt kapták, hogy állítólag Bosznia és Hercegovinán keresztül egy könnyebben járható úton közelíthetik meg Európát, mivel a magyarországi határzáron ma már nehéz átszökni.